Semmi, aki járt itt, az úgy láthatta, és ezt így önerőből csak egy pár bakta így fölépítettő. 1992-ben, mikor ide költöztek, és előadták a terveiket, akkor tulajdonképpen mindegyikünk csak legyintett, hogy nem fog ebből megvalósulni semmi. Télen is kint főztünk hajnalba, hogyha reggelit kellett készíteni, akkor gyertya mellett főztünk. Sokszor nem is láttuk, hogy mit főzünk. És volt egyszer, hogy amikor ugye fagyott zöldségek, hideg víz, megfagyott mindkét kezemen az ujjaim. Múltak az évek, és mindaz, amit ők elterveztek, azok részleteiben teljesen megvalósultak. Krishna-völgy egy közel 300 hektáros ökofarm, és Szenthely is egyben, Európa egyik legnagyobb ökofarmja. Több mint 30 féle zöldségünk van. A mi gazdaságunk jó részt ellátja ezt a közel 150 vagy 200 fős közösséget. A gazdálkodás módszere az teljesen organikus, természetes trágyát használunk, tehenektől, amilyen nem használunk mesterséges permetszereket, csak természeteseket. Krishna-valley teaches a simple way of life that reflects the way that Krishna lived, and that's conducive or most conducive in our world today for becoming God conscious. Here it is. This is what we've been working for. 25 people, 4 bulls for the last hour, 1 kilo of wheat. The worship of Radha Shyama Sundara is really integral to the culture of Krishna consciousness. In India, deities are worshipped in tens of thousands of temples and are revered to be non-different than the form of the Lord. And there's a very deep theological significance to that. A mi feladatunk előkészíteni az imádatot, gondoskodni Murtikról, főzni, tisztítani, öltöztetni őket. This is the outfit room. We have more than 150 outfits. This is one of the most popular outfit of Shri Radha Shyama Sundara. And on the pieces, you can see all animals of Vrindavan. I come from an area in London called Essex. We came here to obviously advance in our spiritual life. It's not been easy because when we first came here, not many people spoke English. We certainly didn't speak Hungarian, and we still don't. I was sitting out on my veranda this morning, you know, and the end of my garden is Krishna-valley. And I could feel Krishna consciousness coming all round. And that's the thing that makes it special for me to be here. I wouldn't think of going anywhere else, really. Én már itt születtem Krishna-völgyben,
Én ide jártam iskolába már a kezdetektől fogva. Nagyjából ugyanazt tanuljuk, mint bármelyik másik iskolában, csak vannak egyéb tantárgyaink is. Itt egyáltalán nem unalmas lenni, mindig van valami esemény. Ma délelőtt például egy táncot kezdtünk el megtanulni. Sokat beszélgetünk, nevetünk. Én nagyon szeretek itt lakni, mert nagyon békés hely. Az is más és sokkal jobb, hogy mindenkit ismerünk, mindenkiben meg tudunk bízni. Persze nem mindenkivel beszélgetünk ugyanarról, de tudjuk, hogy számíthatunk a másikra, és olyan vidám hely. Itt Krishna-völgyben az is nagyon jó, hogy bármikor csak kilépünk az utcára, pár lépésre ott van egy mező, erdő. Szeretem a teheneket is, megnyugtatott a közelükbe kijárni. Lelki szinten gondoskodni a tehenekről, vagy az ökrökről, azt jelenti, hogy lehetőséget biztosítunk nekik arra, hogy odaadó szolgálatot végezzenek. Az ökröknek megadjuk azt a lehetőséget, hogy ők kimennek a földekre, és akkor megművelik a földet, segítenek élelmiszert előállítani, és akkor az van felajánlva. Tehenek esetében, akkor megszálljuk őket, és akkor átviszük a tejet, és föl van ajánlva a Krishnának. Hogyha valaki beült már egy tehén alá, érezte annak a tehénnek az illatát, hogy megérintette a tehenet, az egy annyira egy természetes, annyira egy jó érzés, hogy igazából így én nem tudom elképzelni az életemet, hogy valahogy így tehenektől el legyek választva. Krishna egy tehénpásztor. Ugyanazt a szolgálatot csinálni, amit ő csinál, az egy nagyon különleges dolog. Krishna-völgyel az együttműködés a lehető legjobb. Teljesen belépült a falu közösségébe. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az 5 képviselőből 2 a Krishna-völgyben él. Sőt, Somogy Vámos alpolgármestere is Krishna-völgyi. Nagyon sok mindenben segítik a falu munkáját, a falu vezetését, vagy segítenek abban, hogy mivel tudjuk a környezetünket szebbé és jobbá tenni. Nagyon befogadóak az itt élő emberek, hiszen hogyha azt látjuk, hogy ebben a kis településben 3 vallás szépen, békében él egymás mellett, hát mi lehetne ettől csodálatosabb? Az idegenforgalom olyannyira fellendült, hogy most már éves szinten 30 ezer látogató érkezik a településre. Az én szolgálatom, hogy az ide érkező vendégeket összehozzam Radishammal, bemutassam a farmnak a tevékenységeit és az életünknek a célját. Sokféle látogatónk van, vannak csoportjaink is, iskolákból, óvodákból, egész kicsik, és nyugdíjas csoportok, klubok, ezen kívül nagyon sok egyéni vendég érkezik, akik családokkal jönnek. Van a balatoni látogatók, közülük nagyon sok német, de egyéb országokból is látogatnak hozzánk. Ilyenkor próbálunk angol vagy német nyelvű körvezetést tartani nekik. This is I feel a very special place for several reasons. And it maybe takes like 1-2 days and you start to feel yourself also become different, thinking becomes different. Things slow down and it feels wonderful. But also more than that, here there is a spiritual focus, a devotional focus, and everyone is working together towards that same goal. You can really feel in the mood of everyone that stays here that they also want to really serve and be very, very welcoming to anyone that comes to visit. So these things really touch your heart and you don't forget it very quickly.